A környező települések szálláshelyeit hamar lefoglalták a látogatók, így a borászok felkészültek a rohamra. Rossz idő ellenére tényleg rengetegen voltak, tehát én azt mondom, hogy alsó hangon egy 30%-kal minimum többen, mint ahányan az eddigi legjobb rendezvényünkön megjelentek. És hát ezt a pincében is észre lehetett venni, tehát konkrétan ilyen délután 2 környékén megérkeztek hozzánk is az első vendégek, és hát este 10 órakor éreztük először úgy, hogy na most talán egy-két percre le tudunk ülni, és nagyjából 2 percre tudtunk leülni, aztán újra érkezett a következő csapat. Ez közel 500 embert jelentett. Ezt a megvásárolt kóstolójegyekből lehetett kiszámítani. Volt, aki a tavalyi évjáratra, más a régebbi borokra volt kíváncsi. Már az új borok, tehát a 2018-as évjárat friss, reduktív borai is már az asztalra kerülnek, gondolok itt a friss rozékra, illatos fehér borokra, de én azt gondolom, hogy ez már az az időszak, amikor mindenki nagyon kíváncsi arra is, hogy milyen évjáratos vörös borok, esetleg fahordóban érlelt régebbi fehér borok vannak a pincék palettáin. Úgyhogy szerintem ilyenkor már nagyon-nagyon széles a választék, illetve a vendégek is széles körben érdeklődnek. Érkeztek Szegedről, Budapestről, Győrből vendégek. Még külföldiek is voltak szép számmal. Hogy nagyjából el is értük a pincék mennyiségéhez mérten a kapacitásunknak a tetejét, ugyanis hogyha ilyen 15-20 pince nyit ki a Hajósi pincefaluban, akkor azért a présházak, pinceméretek ehhez adódóan nem biztos, hogy sokkal több vendéget be tudunk fogadni. A következő nagy esemény a Pincefaluban az Orbán napi borünnep lesz, amit május 17-én, 18-án és 19-én tartanak.